Mária út Miskolcon átvezet az Avas hegyén, ahol van egy kilátó. Egy tévétorony, ez a város jelképének mondja maga. Szóval itt egy kicsi történelmet tudunk látni. Ez volt a elmúlt világban, a szocializmusban az ipar fővárosa, a munkásosztálynak, a iskola példája. Egy hatalmas lakótelep épült, több mint 10 000 ember számára, ami bizonyos szempontból érthető, mert a magyar demográfia az 50-es években sok-sok gyereket hozott, több mint 200 000 gyerek született egy-egy évben az 50-es évek elején. És ugye azok a 70-es évekre kezdtek el szülni és családot alapítani. Rengeteg lakás kellett. És akkor hát mit csinált az akkori világ? Ilyet csinált. De innen a Mária út szépen levezet a városközpontba. Innen lehet egy picit látni a református műemléktemplomnak, egy gótikus templomnak a tornyát. Lehet látni a minorita templomot. Hát innen lehet látni, de azért meg kell erőltetni az embernek a szemét, a deszkatemplomot is, amit érdemes Miskolcon megnézni. Ez az egész Miskolc tényleg adja magát, hogy egy napot töltsetek el itt, hogyha hosszabb úton vagytok a Mária úton. Javaslom, történelmi tanulmánynak is megfelel. Meg elvonatkoztatsz az építészetnek ezektől a csúfságaitól, akkor a táj szép.